Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 15-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen a kettes szám utal a párkapcsolatra. Te és ő, amin ő elgondolkozik, de kicsit bizonytalan. Az is lehet, hogy te vagy most visszahúzódó, mint ahogy ezen a képen látható, ez a hölgy befele tekint, és pontosan emiatt bizonytalankodik. Fontos számára most a bizalom, amit a kép és a hold szimbolizál, itt mély érzelmekről van szó, tehát egy lelki kapcsolatról. A kardok utalnak a levegő elemére, az jelenteni a felszabadulást, kilépni a félelmekből, végre fellélegezni, érezni ezt a könnyűséget, amit a levegő eleme még jelent, az a kommunikáció. Ő beszélni szeretne veled, de nem tudja, hogyan kezdje. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ez a kép mutatja az érzelmeit. Itt a tűz eleméről van szó, ő keres egy új utat, lehetőséget, ami őt vagy mindkettőtöket lelkesít, valamit maga után hagy, amire nincs szüksége, mondhatnám, azt is felégeti maga mögött. Ő most érzi, mennyire fontos, hogy előre menjenek az események. Ő most aktív lesz, de még ezt nem közli veled, mert nem tudja azt, hogy követni fogod őt, igen vagy nem. Ő emiatt még bizonytalan. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható Justícia istennő, az igazság istennője, de mutatja az igazságtalanságokat is. Az lehet egy bírósági ügy, vagy ő valamit olyan igazságtalannak tart, az is előfordulhat, hogy ő bántott meg téged, és most fél közeledni, mert nem tudja azt, hogy hogy reagálsz. Ez a mérleg szimbolizál még valamit, mégpedig a párkapcsolatot. Az is fontos, ez áll a középpontban. Azon kívül a belső egyensúlyt. Azt kellene megtartanotok. Amit még ez a kártya mutat, mit kellene itt mérlegelni? Az egyik serpenyőben ott van a szív, tehát ez a párkapcsolat, a szerelem, a másik serpenyőben pedig ott van egy toll, és ennek egy szimbolikus jelentése van. Az egyiptomi mitológiában úgy közlik, ha a lelkünk olyan könnyű, mint egy toll, akkor kilépünk ebből a kármikus kerékből, ebből a sors kerékből, és a lelkünk felszabadul. Tehát ez a toll szimbolizálja a lelki dolgokat, most ennél a jóslásnál köztetek ezt a lelki kapcsolatot. Mindkettő fontos, és mindkettőre oda kell figyelni, és ez adja a biztonság érzetét, ezt a belső egyensúlyt. És most megtekintjük a napi kártyát. Ennek a kaszának több jelentése is van. Ha egészségügyi témákról van szó, vagy betegségekről, akkor lehet itt egy operáción.
A kasza az olyan gyorsan elvág mindent, tehát így pörögnek az események, az lehet egy meglepetés is, valami, amire nem számítottatok. A kasza szimbolizálja azt is, hogy valamit el kell vágni, valamit le kellene zárni. Előfordulhat, hogy megszűnik egy munkahelyi kapcsolat, vagy egy szerződés lejár, az is lehet, hogy ő még házas, és itt válásról van szó, amit nem csak a kasza szimbolizál, hanem justícia istennő is, mert ez lehet egy bírósági ügy is. A lényege ennek a kártyának, hogy valami lezárul. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával, az indiai asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!